Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban az MTB 2023-as újdonságát, a 112-es pályaszámú retro csörgőt, más néven M41-2112-es mozdonyt mutatom be nektek. A mozdony a korábban kiadott MTB csörgőnek gyakorlatilag egy átfestése, a retro hangulatot hivatott megidézni. A mozdony belülről hajtásilag és elektronikailag megegyezik a korábbi járművekkel. A korábbi szériákhoz képest módosított a kiegészítőkön a gyártó, így azok könnyebben a helyükre mennek. A jármű tamponozását a lehetőségekhez képest szépen megoldotta a gyártó, a gyári táblák, illetve minden kis részlet a helyén van. A fényvezetők fényszivárgása is megszüntetésre került, így már nem világítanak át a homlokon a lámpák. Sajnos nem lehet elmenni mellette, hogy a modell számos hibával rendelkezik. Ezek közt a legfeltűnőbb a szürke sávnak a színe, illetve 1 mm-rel magasabb vastagsága. A magasabb, szürke oldalsáv miatt a MÁV logó is arányosan magasabbra készült. A forgóváz terén a gyártó ugyan elkészítette a ferderugós forgóvázat, azonban a nagyvasúti gép alatt az egyenes rugós verzió található. A festéssel kapcsolatban a már korábban emlegetett szürke szín, illetve a tetőnek az ezüstös színe az, ami eltérés. Erre a boltok felhívják a vásárlók figyelmét. Az ütközők sincsenek megfelelően kifestve, egyszerű fekete színűek, illetve a tokjuk is az alvás színével megegyező. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok nektek!